Sziasztok! Egy új taget szeretnék nektek mutatni, amivel valamelyest lehet szerkeszteni a beadott játékos fejet. Múltkor ugye a szemüvegeset mutattam, a glasses taget, amivel játékosra szemüveget lehetett rakni, vagy éppen levenni. Ma a hajszínt fogjuk változtatni. Méghozzá Doggy Andy skinjén, vagy valakinek Dodge, vagy Dodgy, vagy Dodgy, vagy tehát aki ahogy ismeri. A tag neve Hair Color, a nagy H nagy C, utána a kettős pont és a szín neve, neki alapból vörös, most csak úgy összehasonlításképpen most a vöröset fogok kérni, igen. Ilyen alapból. És ezt átírom yellow-ra, például, akkor sárga hajjal fogja odaadni. Itt is van. Sziasztok! Itt az ide egy kicsit darálni. A mai pályát Papp Peti készítette, és az a címe, hogy Adventure Csabusa, meg egy liter water. Mielőtt megnéznénk ezt a műalkotást, azt el kell mondanom, hogy azt találtam ki, hogy ma kipróbálunk egy újfajta értékelést. Ami úgy fog kinézni, hogy nem lesznek repülőpontszámok, hanem a videó végén egy összefoglalásban felsorolom majd a pozitívumokat, meg a negatívumokat. Ettől függetlenül lesz pontszám, csak az nem folyamatosan fog alakulni. Egyébként is úgy szokott lenni, hogy előre kitalálom, mi lesz a végeredmény, és a repülőpontszámokkal úgy szórakozzak, hogy nagyjából az jöjjön ki. De sajnos az a tapasztalat, hogy sokan nem értik az iróniát, és nem értik, hogy miért vonok le dolgokért. Meg miért adok dolgokért, meg miért adok túl sokat, túl keveset, tehát ilyesmi. Időnként ugye szoktam vele poénkodni ezekkel a pontokkal. Szóval úgy döntöttem, hogy csak a végén lesz pontszám, és akkor nem lesznek félreértések. Meg a másik dolog, így talán gyorsabban tudom megvágni, nem kell ott nézegetnem, hogy útközben, na erre most mennyi pont legyen, hogy a végén kijöjjön, stb. Szóval talán kicsit meg is gyorsul a dolog. Próbáljuk ki. Így kezdünk egy egész csinos házban, bár a bútor egy kicsit kevés. Néhány tábla, termőpont, spampoint, ez ugye az ágy miatt van kiírva, egy kis retro hangulat, amikor még így csináltuk. Egyébként a pálya nem retro akar lenni, vagy nem is retro, júliusban készült, tavaly júliusban. Üdvözöllek a kaland pályámon, játsz könnyűn, easy. Ládában három könyv, kezdjük a szabályokkal, ne csaj, ne gamemodolj, leszokhatnátok már erről az ígérről, mikor így mondja a másik, hogy adj game módot, meg game módon, hogy mit tudom én, milyen game módot, annyira vicces, nagyon, ne rombolj, ne rak le blokkokat. Aztán most jön a vicces rész, utóirat, bocs, hogy az íjász rövidével írtam, csak nekünk újfajta angol billentyűzetünk van, és nincs rajta hosszú i betű. Egyrészt aranyos, hogy megmagyaráztad, de megfeledkezett róla, hogy nem csak az IS van hosszú ível, hanem még sok szó. A másik pedig, hogy újfajta angol billentyűzet. Nem is tudtam, hogy volt egy reform az angol billentyűzet kiosztásban. Feladat című könyv. Feladatod. Az itt lévő emberek azt mondták, gondolom ez a pártök fejött hátrébb, hogy van egy kripta, amiben egy kincset rejtettek el, te elhatároztad, hogy lemész a kriptába és megszerzed a kincset. Válasz egy kasztot. Harmadik könyv, a történet. Te egy felfedező vagy, és ezen a szigeten ébredtél. A szokásos nem emlékszem semmire, csak egyszer csak itt vagyok a szigeten történet. Eddig oké, de valahogy nekem nem az lenne az első reakcióm, hogy na, menjünk kriptát rabolni. Ez a kasztválasztós dolog tetszik, színesebbé teszi a pályát, ugye többféle végjátszást tesz lehetővé, de a kidolgozás azt szerintem nem elég átgondolt. Na lássuk, hogy mik vannak. John a varázsló, Jack az íjász, Michael a lovag. A kasztok között az a különbség, hogy más kezdő felszerelést kapunk. Ne nyomkodd az orrom! Először az íjászt választottam, mert általában azt szoktam lenni a szerepjátékokban. Ez a felszerelés, kard, kis páncél, természetesen íj meg nyilvesszők, és néhány regeneráló bájital. Szerencsére ezt a házat pont úgy építették meg, hogy szemben van a kriptából, egyenesen oda vezet az út, igazából máshová nem is vezet út, csak a kriptába. És a kripta jól ki van táblázva. Igazi kalandornak érzem magam, ennyi kutatás és keresgélés után végre megtaláltam a rejtélyes kriptát.
pókháló, koponyák, lehet, hogy félnem kellene, és egy hatalmas lyuk. Hogy ez mire volt jó, nem tudom. Tehát az ember az másodpercekünk csak megy, nagyon monoton. Ne csináljatok ilyen monoton részleteket, mert elveszitek a játékosnak a kedvét. Igen, itt egy kicsit szórakoztattam magam. Odalent egy barlang, lávával, nagyon furcsa kripta ez. És most következzék a díjnyertes tábla elhelyezés. Jó, ez nagyon gonosz, de figyeljétek. Először is van egy tábla, at is. Mi az, hogy at is? Egyszerűen nem értettem. At is, vagy mi akar ez lenni? Oké, akkor nézzük a többit, gondoltam. Neked a kincs fele kell menned, megnézheted a hullák, at is. Azt hiszem, ezt nem is kell tovább ragoznom. Mellette egy tábla, kincs és hullák. A harmadik tábla pedig egy kis ugrálás, mert tudom, annyira szereted. Hát annyira szerettem, hogy először a hullák felé mentem. Az egyik járat le van zárva, a másik pedig tele van pókhálóval, de én addig szenvedtem, amíg csak átpréseltem magam rajtuk, viszont az is zsák utca. Majd lehet izgulni, hogy túlélem-e az ugrálást, tényleg, ha már íjjász vagyok, lehetnék Legolász. Csabulász? Oké, tájunk meg, adok pár másodpercet, tegyétek meg a téteket, vajon Csabulász túlélje az ugrálást, vagy sem? Na, hogy az utolsó ugrást rontottam el. Következő nekifutása úgy döntöttem, Gandalf leszek. Csapdalf. Ami azt jelenti, hogy varázsló és egy csomó bájitalt kaptam. És direkt a másik ajtón mentem ki. Vissza az ugráláshoz, végignéztem a bájitalokat, hát ha van közte tűzellenállás, magasugrás, gyorsítás, bármi, ami segíthet, de sajnos semmi. Lehet izgulni, hogy Csapdalf vajon túléli az ugrálást. Utána egy tábla, egy kis labirintus. Na itt majdnem felrúgtam a gépet. Két út van, a felvétel készítésekor valamiért azt tűnt logikusabbnak, hogy a jó a hosszabb lesz, úgyhogy azon indultam el. Szerencsére ez bejött, és szerencsére ennyi volt a labirintus. Mivel kíváncsi típus vagyok, ezért elindultam a nem elég jól lezárt rész felé, hát nem is találtam semmit. Tovább menve sötét alagút, aztán az alagút végén egy kis fény, ami tökéletesen passzol ahhoz, ami ezután jön, mobharc. Kis helyre bezsúfolt mobok, aminek semmi értelme. Ha már mobharcot csináltuk, akkor legalább legyen hely. Annak semmi értelme, hogy a terem minden egyes pontjáról elérnek és sebeznek. Ezen a pályán a folyosót tudtam kihasználni, így legalább egyesével jöttek. És szomorúan vettem észre, hogy nem kaptam semmit élő holtak ellen, szóval magamat tápoltam és a karddal legyegőztem a szörnyeket. Tovább egy újabb lezárt rész, ez a kripta egyre furcsább, majd egy kiírás, varázsoltast fel a fegyvered a nagy harc előtt. Tekintve, hogy egyes szinten voltam és egy rakás könyvespolc volt az enchant asztal körül, hát eléggé lehetetlennek tűnt a dolog, nem tudom, hogy gondolta a készítő, biztos van valahol még elrejtett XP. Na, lássuk azt a nagy harcot. És ennyi volt, három szörny. Az előző harc nagyobb volt. Kijárat, itt volt egy botló drót, hát hülye lettem volna aktiválni, hogyha már észrevettem és ki tudom kerülni. Aztán, mint kiderült, ezt mindenképpen aktiválni kell, tehát jó tanács, csináljátok úgy, hogy ne lehessen kikerülni. Köszönöm, hogy kivitted a kalandpályámat, már megint fő küldetés. Amit megszereztél, az a tiéd. Hát jó, most már sokra megyek vele. A mapot készítette Papp Peti. Ez is gyönyörű. Két tábla egymás alatt, kalandpálya, map. Nem értelek titeket.
Lássuk azt az összesítést, amiről beszéltem az elején, nevezzük mondjuk mérlegnek. Pozitívum a választható kasztok. Döntést ad a játékos kezébe, eldöntheti, hogy hogyan akarja végigvinni a pályát. Negatívumok, befejezetlen történet, nem tudtuk meg, hogy mi lett a vége, megtaláltam-e kincset, nem találtam-e meg, és mi lett volna a nevem, ha harcos vagyok. Aztán lapos feladatok, és a nem kriptaszerű kripta. Végeredmény, mondjuk egy 10-est adok a pályára. Köszi, hogy néztetek, írjátok meg, hogy tetszett az új értékelés, maradjon-e ez, legyen-e inkább a régi, vagy valami egészen más legyen. Tehát bármi ötlet, javaslat, hány pontot adnátok a pályára, mi lett volna a nevem, ha a harcost választom, a kézikönyv óvjon. Sziasztok! Egy új teget szeretnék mutatni, amivel lehet szerkeszteni a játékos fel...